egész. Hát mondja. Mit akarsz ki mondani? Vagy... Hát kérek szépen, azt akarom tőled kérni, hogy mivel ugye a kislány megszületett, az végül is az csak az enyém. És ne zaklass telefonon, és ne zaklass Ibolyán keresztül, a nővéremen keresztül, mert zaklatol, oda mész le, és lehordol mindennek, őtőle kérdezed meg, hogy mi van velem. Miért mondod azt, hogy te ilyen sittesekkel lejössz, meg olyan sittesekkel lejössz, hogy megöletel, meg a pitbull kutyákkal megetetel? Vagy hogy gondoltad, te menő, a sztár vagy? A Getibe se van sztár, bazd meg! Ózon vagy menő, de itt nem! Itt tudod mit? Hallod? Itt Bátonyban labdában már nem rúgol. Csak rúgtál, hallod? Figyelj, egyet mondok neked. Ha a kislányba, mert mivel vagy agyonvertél terhesen, 6 hónaposan agyonvertél, azt ha káros lesz a kislánynak, vagy elméletileg valami problémája lesz, kivizsgáltatom, tudod, bármire képes vagyok, lecsukatlak. Grillás! Atyad már, ne játsz a hülyét, barunk, ótól játsz meg a hülyét, ne itt, ótól lent, a sinterek. Hogy nézel ki? Isten. Hát nézek már úgy, mint te ki, bazd meg. Néztél már tükörbe? Nem tört még össze? Hát. Talán vagy, mint egy pitbull. Én majmot látom. Ha fogas sincs, az köpköd a vámpír. Mi? Egy foga van előre, azt is t***. Papír ott van kint, Móni, elfelejtettem neked behozni. Látod, nem baj. Behozhatom a papírt? Ági, az a baj, hogy én sajnos nem vagyok bíróság, tehát nekem hiába mutatom meg. Móni! Móni! 6 hónapos voltam, nagyon rugdosod! Halán fekvésben volt bennem a csenge! Figyelj már, te patok! Tiszta szégyen! Az ember vagy a talpadon, akkor gyere ott, adj egy pofon! Na gyere! Hát ott már neked a sors, mert az élet. Gyere, szok ki a Getibe! Tudod, hogy leszopol engem, ért Getibe! Neked nincs olyan, Ági! Hallod már! Éves asszonyon jobban ellaptam volna, mint vele. Mégis kinyaltad a picsámat? Elnézést, Móni, elnézést kérek. Őtőle is mennyi elnézést. Leszopod a Getimet. Éppen beszélj, nem erre tanítottalak. Leszopod a Getimet. A tiszta szégyen vagy nagybár. Grillás.